Óriási fenyőfa kínálata várja a búzatéri piac csarnoka vásárlókat az ünnepek előtt. A kisebbektől egészen a nagyokig, a Luctól a Normandig, minden megtalálható az idei évben is az árusoknál. Az árak nem változtak a tavalyihoz képest, a Luc fenyő métere 2000-2500 forint, az ezüst fenyői 5000, a Normandi pedig 8000 forint. Az árusok között sok az őstermelő, Mikulás után kezdik meg kivágni a fákat, és december 10-től kezdik az árusítást. 1996-tól termeljük, hát a legtöbb része lucfenyő, én mint őstermelő. Hát van ezüst is, Normandia, Jegenye, Colorado, de inkább a lucot, mert az, ami itt ezen a nyírségi részen megterem, az inkább a luc. Nyüsti Józsefné hozzátette, ő azt tapasztalta, hogy az idősebb korosztály az alacsonyabb lucfenyőt keresi és szereti korábban megvenni, a fiatalok körében népszerűbb a normand fenyő, ami igaz drágább, de tartósabb. Lucfenyőt vásároltunk, mert nem is nagyot, mert azt szeretjük, van helyünk, de nem nagy, jönnek az unokák, van egy 3-4,5 éves, és az rettenetesen várja a karácsonyt. A legtöbb fát a karácsony előtti napokban vásárolják az emberek. Van, aki 24-én délelőttre hagyja a beszerzést. Többen visznek a temetőbe szeretteik sírjára is feldíszített karácsonyfát vagy ágakat, arra is van kereslet a piacon. Most egy nagyon kicsit, mert a temetőbe szeretném vinni, tehát most még nem az igazi nagy fenyőfát, ami otthon lesz, hanem egy ilyen kicsit, minél kisebb, de lehetőleg formás legyen. Az árusok tanácsa szerint le kell zuhanyoztatni a fenyőfát, mielőtt beállítjuk a helyére, és sós vizet kell a tartójába önteni ahhoz, hogy ne hulljon le korán a tűlevele. A szakértők állítása szerint idén sok volt a csapadék, magas a fák nedvességtartalma, így jó esély van rá, hogy hetekig friss maradjon az ünnepi jelkép.